közönség szórakoztatása a cél, mondta a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője. A 40 éves jubileumát Szekszárdon ünneplő együttes 1980-ban alakult, főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett zenészekből. Újdonsággal is készült a Babits Mihály Kulturális Központban a 2020-as év első koncertjét adó zenekar. Van a klasszikus jazz, a tradicionális jazz és a ragtime. Ennek az szerencsés egyvelege vagy keveréke a mai program is, és általában a program. Ezt szeretik a közönség. Ma hoztunk egy fiatal jazzénekes fiút is, aki pár Sinatra által fémjelzett standardeket is el fog énekelni. Ragtime címmel 1984-ben készült el a zenekar első önálló hanglemeze. 1990 óta 8 felvételük jelent meg. Magyarországon kívül felléptek többek között a Berlini Filharmóniában, Mexikóban és Sacramentóban, a világ legjelentősebb jazzfesztiválján is. Fontos küldetésüknek érzik az ifjúság nevelését. Ezzel kapcsolatban többször jártak Szekszárdon is. Itt Szekszárdon is voltunk ebben a megyében ifjúsági koncertet tartani, ez középiskolásoknak és általános iskolásoknak. Már 25 éve csináljuk, ilyen kicsit ismeretteljesztő, kicsit szórakoztató 45-50 perces műsor, ahol a jazzről, a ragtime-ról, a klasszikus zenéről, a hangszerekről beszélünk, játszunk, és nagyon szereti az ifjúság. Fennállásának 40. évét ünneplő zenekar januárban többek között Csonka Andrással együtt lép fel Budapesten.